Áldás, békességet! Jó reggelt a testvéreknek! Az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 27. részében, a 27. verstől a 44. versig terjedő szakasz rendeltetett már a számunkra. Az. A 27. és 44. verseket olvasom föl. 14. napja sodródunk az Adrián, amikor él, élfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Azután pedig a többiek, ki deszkákon ki a hajón, egyéb, hajó egyéb darabjain, kimenekültek, így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. két hétig tart ez a borzalom ott a vizen. Én nem tudom, hogy hogy lehetett ezt kibírni. Bizonyára nagyon nehéz volt, ahogy olvassuk itt a hosszabb szakaszban, többen éheznek, vagy amikor enni kell, akkor se tudnak már, hiszen hánykolódott a hajó, Sejék, se föld nem látszik, csak a nagy hullámok. Át is kellett kötni, meg kellett erősíteni. És a hajósok érzik, hiszen nem először hajóznak, hogy mintha a föld közelbe, mintha valami szárazföld közelbe lennének. És megint jön a rutin. Volt már ilyen, csináltunk ilyet, a horgonyok hatfékezzék a hajót, rutinból megy a munka, ahelyett, hogy az igei vezetésnek engednének. A hajónak ott kell kikötnie, és nem a rájuk bízottakat mentik a hajósok először, hanem magukat. Ha az jutott eszükbe, hogy Elhagyják a hajót. Elhagyják azt a hajót, ami rendeltetett számukra, hogy megmeneküljenek, ha mindenki ott marad. És vajon akik az egyházból, ebből az országból elmenekülnek, akkor vajon az jó, jó út. És amikor a biztos pontról üzengetnek nekünk, hogy nekünk itt mit kéne csinálni, hogy kéne megélnünk a magyarságunkat és a kereszténységünket, akkor azt én nem szoktam figyelembe venni. A hajósok, pláne a szökő hajósok ne figyelmeztessenek. Ide tartozni, ahhoz kitartás kell. Viszont Isten igéje figyelmeztette őket, hogy ha maradnak, mindenki megmarad. Isten akaratára kell figyelni. A katonák levágják a mentőcsónakot. És nappal lesz, és a kérdés az, hogy hol élsz testvér ebben a hánykódó világban, éjben, sötétségben, vagy igére figyelve, arra figyelve, amit az ige mond, és véve azt az erőt, amit az Úr Jézus ad, amikor úrvacsorázol, hálát adva megtörte pál a kenyeret és evett. Mert sok erőre van szükség ehhez az úthoz, amin járunk. Amen.